Tisztelt Országgyűlés, a több mint 12 órája zajló költségvetési vita utolsó hozzászólójaként három csapásról, három üdvözlendő költségvetési törvényjavaslati tartalomról, három aggodalomról és a Mi Hazánk Mozgalom három kitörési javaslatáról szeretnék beszélni. Először tehát a három csapás. A koronavírusra hivatkozva végrehajtott, sok esetben kontraproduktív lezárások miatt meggyengült a gazdaság. A közel egy évig tartó recesszió romjain nyújtottak be most egy költségvetési törvényjavaslatot. A lezárások mellett megterhelte a magyar nemzetgazdaságot a kormány által támogatott multinacionális cégek általi kiszipolyozásunk, és az oroszok elleni embargó is felbecsülhetetlen károkat okozott, főként a mezőgazdaságnak az elmúlt években, hiszen azokat a kormány sajnos szó nélkül támogatta, csak az energiahordozók ügyében tiltakozott. A három csapás után három dolog, ami üdvözlendő viszont a költségvetési törvényjavaslatukban. Először is, hogy a honvédelmi kiadások végre elérik a GDP 2%-át, de tegyük hozzá gyorsan, ez az, amire évtizedek óta várunk, és ami évtizedek mulasztása után nem elégséges, hiszen újabb évtizedeknek kell eltelnie a honvédség gyalázatos leépítése után ilyen költségvetés mellett ahhoz, hogy a honvédség megfelelő állapotba kerüljön. Tehát még a honvédelmi költségvetés nevezhetjük megfelelőnek, a honvédség állapotát semmi esetre sem, több évtizednek kell ilyen költségvetési arány mellett még lezajlania, hogy a honvédség megfelelő állapotba kerüljön. A másik üdvözlendő dolog a lakossági rezsicsökkentés fenntartása, de tegyük hozzá gyorsan, az önkormányzatok ugyanakkor sanyarú helyzetbe fognak kerülni ezt követően. Harmadikként pedig üdvözölni szeretném a családtámogatási rendszert, legalábbis a tekintetben, hogy továbbra is nagyok mondjuk a Gyurcsány kormányokhoz vagy más országokhoz képest, de sajnos egyre nagyobb mértékben fogy a magyarság, és úgy tűnik, hogy ezek a lépések sem elegendőek. Sajnos a Magyar Nemzeti Bank által néhány hete közzétett 144 pontos javaslatcsomagból nem nagyon látok itt semmit megvalósulni a költségvetési törvényben, pedig maga az MNB mondta ki, hogy a magyar családtámogatási rendszer nem tudja fedezni a családok gyermekneveléssel kapcsolatos költségeit. Ez egy súlyos kijelentés, és még azt is mondja az MNB, hogy a családi adókedvezmény a magyar családtámogatási rendszer egyik legfontosabb eleme, azonban összege nem követte az elmúlt évek dinamikus bérnövekedését. A három gyermek után járó családi adókedvezmény havi összege már csak fele annyit ér az átlagbérhez viszonyítva, mint a bevezetésekor. Ezt az MNB állapította meg, még nagyon jó indulatúan, mert az én számításaim szerint nem kétszeres, hanem 2,4-szeres növekményre volna szükség, hogy a reálbérhez viszonyítva tartsa az értékét. A 2011. január 1-től hatályos családi adókedvezmény, ami akkor ugye három gyermek esetén 99.000 forint volt, ma az átlagbérhez, ha viszonyítunk, és hogyha ahhoz tartotta volna magát, akkor 234.000 forint kellene, hogy már legyen az a bizonyos nagy büszkesége a kormánynak, de sajnos még mindig 99.000 forintos családi adókedvezmény. Tehát a nyugdíjakhoz hasonlóan legalább a családi adókedvezményt is infláció követővé kellene tenni, hiszen gyermeket nem egy-két évre, hanem évtizedekre vállalnak a családok. Legyen tehát infláció követő, így megőrizni az értéküket. A kiszámítható és tervezhető jövő érdekében szorgalmazza ezt a Mi Hazánk Mozgalom. Miként az áfamentessé tételét a gyermekneveléshez szükséges cikkeknek, és sorolhatnánk még a családpolitikai javaslatainkat, de ha már nyugdíjakról szó esett, egyet még az MNB felvetései kapcsán ide kell, hogy hozzak, ha már önök nem fogadták meg a Magyar Nemzeti Bank javaslatát, a nyugdíjrendszer családalapúvá tételét, hogy a dolgozó gyermekek járulék fizetésének százalékában meghatározott mértékű nyugdíjkiegészítést kapjanak. Maga az MNB állapította meg, hogy a három gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb induló nyugdíjban részesülnek, mint gyermektelen kortársaik. Hát micsoda társadalmi igazságtalanság ezt? Miért tűrjük ezt? Ne tűrjük. És három dolog, ami aggodalomra ad okot. Hát egyrészt az inflációs becslés,
5,4%, hát ez rendkívül túlzottan is optimista. Hát még a KSH szerint is az elmúlt egy évben 19%-kal nőtt az élelmiszerek ára, és akkor nem beszéltünk az ingatlanokról, ahol aztán horrorisztikus drágulások vannak, és még sorolhatnánk. Az euró árfolyam becslése is rendkívül optimista, 377 forintos euróval számolva, holott már most 400-nál tartunk. Tehát érdemesebb volna reálisabban becsülni és magasabb árfolyammal számolni, főleg a devizában fennálló államadósság tervezésénél. És akkor most a túl optimista becsléseken túl még egy dolog, ami aggodalomra ad okot, a második, ez pedig az, hogy nő a devizában fennálló államadósságunk nagyságrendileg 1200 milliárd forinttal 11250 milliárd forintra a tervek szerint, de ez csak akkor ennyi, ha 400 forintos az euró, de hát nem ez... Bocsánat, hogyha nem 400 forint egy euró, de jelenleg inkább e fölött állunk már. A devizában történő eladósodás pedig ráadásul rendkívül rossz hosszú távú kockázatokkal jár. A hosszú távú kockázatai jóval meghaladják a rövid távú előnyeit. Ezt a balliberális korszakban egy életre megtanulhatta a magyar lakosság. És végül még egy aggodalomra adó okot, a harmadik, amit szeretnék kiemelni, hogy érthetetlen módon, mintha haragudna az egészségügyre és az oktatásra a jelenlegi kormányzat, tovább tart a két ágazat alul finanszírozottsága. A működési költségvetésen belüli részarányuk 2022-höz képest tovább romlik. Idén a források 10,1%-a jutott egészségügyre, jövőre csupán 9,1% jut. Az oktatásra idén a források 8,6%-a jut, jövőre már csak 8,1%. Tehát hiába a nominálisan magasabb összeg, ha egyrészt az infláció úgymond megeszi, másrészt, ha arányaiban minden másra több jut, akkor végleg lepusztul és kiürül ez a két ágazat. Az, hogy a minisztériumok neveiben sem láthattuk az egészségügy és az oktatás kifejezést, megjelölést, az azt mutatta, hogy ezt a két válság ágazatot próbálták a szőnyeg alá söpörve eltüntetni. Hát végül Pintér Sándor vállalta azt a piszkos munkát, hogy ezt a két árva területet, ha már kényszerűen kell, akkor ő a nevére veszi, de mostóha szülőként sajnos elárulta már, hogy sok jóra nem számíthatnak a terület érintett dolgozói és a magyar társadalom, hiszen ki ne lenne érintett az egészségügyben, vagy az oktatásban, tehát ez a jólétünket alapvetően meghatározza. És végül három kitörési lehetőséget hadd ajánljak figyelmükbe a Mi Hazánk Mozgalom nevében. Hát először is az EU-tagságunk kérdése, tagok legyünk vagy szabadok, így szól a kérdés. Egyre többen érzik úgy, hogy az EU inkább gyarmatosít, kihasznál minket, és a belügyeinkbe is egyre jobban beavatkozik, nemzeti önrendelkezésünket felszámolja. A nemzetek Európája helyett egy Európai Egyesült Államokká gyúrva össze az országokat. Thomas Piketty, a híres francia közgazdász kiszámolta azt is, hogy több profit megy ki Magyarországról nyugatra a multicégek által, mint amennyi uniós támogatás visszajön. Bár a Mi Hazánk Mozgalom szerint nem lehet egyik napról, sőt évről sem a másikra kilépni, de el kell készíteni az EU csatlakozásunk mérlegét. Az nem egy mérleg, hogy egy-két számot a költségvetési törvényben láthatunk például, hogy kiadásként hozzájárulás az EU költségvetéséhez 600 milliárdnál is több forint. Vagy nemzetközi tagdíjak és Európai Uniós befizetések címén még 17 milliárd forint. Nem beszélve arról, hogy mennyi nehezen számszerűsíthető kárt okoz az Európai Unió, amikor a belügyeinkbe beavatkozik. Tehát számba kell venni az egyéb lehetőségeket az Európai Unión kívül is, kétoldalú gazdasági együttműködések kiépítésére gondolok mondjuk más országokkal. Az unión kívül is van élet, és az unió után is fel kell készülni rá. Második kitörési lehetőségként szeretném még ajánlani azt, hogy vessünk ki vagyonadót az oligarchákra. A Mi Hazánk Mozgalom elszámoltatná az oligarchákat, de a sok esetben törvényesített politikus bűnözés miatt a közvagyon reális visszaszerzése csak a milliárdosokra kivetett vagyonadó révén sikerülhet, már pedig mi nem ígérgetni szeretnénk, hanem tényleges radikális lépéseket tervezünk e téren is. A milliárdosok megadóztatása ráadásul azért is indokolt és igazságos, mert a társadalmi olló egyre jobban nyílik szét a szegények és a gazdagok között, a társadalmi mobilitás csökken, tehát szükség volna a milliárdosok nagyobb adójára.
És végül utolsó kitörési lehetőségként hadd ajánljam az, hogy rendezzen egy hosszú távon nyereséges olimpiát Magyarország, nemzeti összefogással, az ellenzéki pártok és civil szervezetek felügyelőbizottsági bevonásával a korrupciót visszaszorítva, tehát ezt javasolja a Mi Hazánk. És ennek az előkészítésére már költségvetési sor is meg kellene, hogy jelenjen. Egy közös tervezés keretében van kormányzati felelősség is természetesen. A 2036-os olimpia megrendezése egy reális és kifizetődő lehetőség volna Magyarország előtt. A szükséges létesítmények már így is megépültek, hiba lenne nem kihasználni azokat. A világ harmadik vagy negyedik legnagyobb sportrendezvénye az olimpia és a labdarúgó világbajnokság után ugye a vizes VB, ami jelenleg zajlik Budapesten, és amelynek létesítményei szintén használhatók volnának az olimpián, illetve az atlétikai világbajnokság, ami pedig jövőre lesz Magyarországon. Ezeket nyilván figyelembe kell venni, hogyha ezekkel meg tudunk birkózni. Ha ezeknek már megépültek a létesítményei, akkor egy olimpia sem teljesíthetetlen. Az angolok elleni foci diadal is szerintem alaposan átrendezte a társadalmi megítélését egy olimpia megrendezésének, és mivel a világ egyik legsikeresebb sport nemzete vagyunk, megérdemlünk mi is egy ötkarikás világjátékot, ez a nemzeti büszkeség tudatunkat is erősíteni, ami felbecsülhetetlen érték, a tömegsportra is toborzó hatást gyakorolva az egészségre is pozitív hatása van, de számszerűsíthetően is lehet nyereséges egy olimpia hosszú távon, ehhez nyilvánvalóan gazdasági tervek kellenek. A nemzetközi tapasztalatok, gazdasági elemzések azt mutatják, hogy míg a téli olimpiáknak nincs pozitív hatása az érintett régiókra, sőt a GDP vissza is eshet az olimpia megvalósulása körüli években, addig a nyári olimpiáknak katalizátor szerepe lehet a gazdaságra nézve is, hosszú távra is fellendülhet a turizmus, rengeteg munkahely létesülhet, és hát az infrastruktúra fejlesztése, ami megmaradna, új tömegközlekedési vonalak, új utak, például az M1-es és M7-es háromsávosa szélesítése amúgy is hasznos volna. Ráadásul nem csak Magyarországnak kellene finanszíroznia ezt, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is jelentős forrásokat biztosít a rendezésre. Tisztelt Országgyűlés! Negyed százada a Nemzetépítő Állam programját hirdette meg a MIÉP. Egy ilyen kormányprogram, egy ilyen költségvetés viszont sajnos azóta is várat magára. Ezért fogunk módosító javaslatokat benyújtani, hiszen a kormány által előterjesztett költségvetési javaslat nem egy nemzetépítő államot épít, hanem például 19 milliárd forintért nemzeti koronavírus oltóanyag gyárhat. Hát ezért fogunk számtalan módosító javaslatot annak érdekében benyújtani, hogy ezen változtatni tudjunk. Köszönöm a figyelmet! Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Bonai Péter Benő államtitkár úr jelzi, hogy fel kíván szólalni, parancsoljon, megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés, nem kívánok visszaélni az idejükkel. Engedjék meg, hogy két utolsó hozzászólásra nagyon röviden reagáljak. Toroszkai László, frakcióvezető úr is, elnök úr is, a patrióta gazdaságpolitika szellemében az erős nemzeti gazdaságot említette, én ezzel a törekvéssel maximálisan egyetértek, viszont ebből a nézőpontból nézve épp a Covid mutatta meg azt, hogy bizony az egészségipar területén is van tere az egyébként komoly hagyományokkal rendelkező magyar egészségipar megerősítésének. Épp ezért indítottunk a Covid idején egy egészségügyi támogatási programot, és azt gondolom, hogy amikor Magyarországon sorban állás volt a vakcinákért, és a vakcinák véleményem szerint nagyon sokaknak az életét mentette meg, és ez a privát vélemény azt gondolom, hogy számos elemzéssel került alátámasztásra, akkor Magyarországon több mint 6 millió ember vette föl a vakcinát, akkor igenis helye van egy nemzeti vakcinagyár készítésének, támogatásának, hiszen ez is a nemzeti ipart erősíti. Képviselő úr, három üdvözlendő területe közül honvédelemnél egyetértek önnel. Valóban ez a 2%-os vállalás egy NATO vállalás, és azt gondolom, hogy az értékét növeli, hogy a határidőt előrehozva a háborúra válaszul, egy nehezebb gazdasági helyzetben is ezt a 2%-os szintet el tudjuk érni. Képviselő úr, mint azért a nemzetet önkéntes tartalékosként is szolgáló személy pontosan tudja, hogy a magyar honvédség milyen helyzetből zárkózik fel, az elmúlt években milyen fejlesztések valósultak meg,
és ezt támogatja a jövő évi költségvetési javaslat is. Családtámogatások, megint azt gondolom, hogy amit mond képviselő úr, az szerepel a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban. Háborús helyzet ide vagy oda, nehéz körülmények ide vagy oda, családtámogatások összege növekszik. Abban képviselő úrnak természetesen igaza van, hogy nem minden egyes családtámogatási elem bővül. Épp ezért célszerű szerintem komplexen nézni a teljes családtámogatási rendszert, és azt látjuk, hogy ez a családtámogatási rendszer jövőre is növekszik. Inflációról volt szó, ön ezt veszélyek között említette. Akárhogyan alakul az infláció, akárhogyan alakulnak a kamatszintek, a jövő évi költségvetési törvény azt tartalmazza, hogy például az otthonteremtési támogatásnál, vagy a babaváró hitelnél azok a kedvezmények, amik eddig voltak, megmaradnak. És ez azért lényeges, mert az inflációs környezet változhat. De az a család, aki fölvette a babaváró hitelt, és gyermekek vállalásáról dönt, és ennek következtében nem kell visszafizetni összeget, vagy csak a nominálisan fölvett összeget kell visszafizetni, az semmit nem érzékel a nagyobb inflációs környezetből. Éppen ezért szerintem célszerű, ismétlem, egyben szemlélni ezt a családtámogatási rendszert. Ha így nézzük, akkor abban bízok, hogy az ellenzéki padsorok közül is többen fogják támogatni a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot. És végül az aggodalmak és a kitörések szempontjából euróvezet devizában, euró árfolyam devizában fennálló adósság tekintetében az utóbbinál a kormány szándéka egyértelmű, azt sohasem mondtuk, hogy nullára célszerű kifuttatni a devizaadósságnak az arányát, hiszen az államnak euróban, devizában teljesítendő kötelezettségei is vannak, bevételeket is célszerű devizában szerezni, azt mondtuk, hogy a devizaadósság arányát csökkentjük. Ezt a csökkenési trendet láthatjuk az elmúlt években, és 25%-on belül akarjuk tartani jövőre is a devizaadósságnak az arányát. És ha euró összeget, és mondjuk a devizaadósságnak az eurós kitettséget említem, akkor a kitörések tekintetében vitatkozok képviselő úrral. Ön is említette a Nemzetek Európáját, hogyha Mi Hazánk mozgalom fontosnak tartja a hagyományokat. Történelmből tudjuk, hogy Árpád fizikailag, geográfiailag, földrajzi értelemben Európába vezette a magyarságot, Szent István kulturális, értékrendbeli szempontból is a nyugati keresztény világhoz kötötte Magyarországot, és azt gondolom, hogy az európai közösségek alapító atyái annó egy más Európát képzeltek el, épp az ön által említett Nemzetek Európáját. A magyar kormány azon dolgozik, hogy ezt az alapot vegyük magunk elé, amikor európai uniós ügyekről gondolkozunk, és a Nemzetek Európájának eszméjét követve, igenis Magyarország Európa földrajzi szívében, szellemi értelemben, kulturális értelemben Európához tartozva, az európai unió tagjaként nyertese lehet a tagságnak. Jövő évi költségvetés azt gondolom erről is szól, és azt gondolom, hogy igenis a ön által említett befizetések mellett a támogatásokkal a gazdasági fejlődést, felzárkózást, a nemzet megerősödését fogjuk tudni elérni. Ennek a szellemében kívánom azt, hogy fontolják meg szavazataikat, amikor a jövő évi költségvetési törvényjavaslatról majd később döntenek. Köszönöm, hogy meghallgattam.